Kedves nézőink, szombaton játszotta első felkészülési mérkőzését az FC Ajka. Városunk átalakulóban lévő csapatának ellenfele az MB3-as Tatabánya volt. Kérem, tekintsék meg összeállításunkat. Új szakmai stábbal kezdte meg a felkészülést az FC Ajka a labdarúgó MB2 tavaszi szezonjára. A csapat korábbi sikeredzője, Arnár Tamás több év után tért vissza városunkba a gárda szakmai igazgatói pozíciójába. A vezetőedzői feladatokat Jákli Péter helyett mostantól az a Székely Tibor látja el, aki Artner segítőjeként tevékenykedett az elmúlt években. Székely Tibor a BBSC-ben nőtt fel, a Vasasban mutatkozott be, majd az MB2-es BKV Előre SC-nél játszott. Megfordult a Ganzmávagnál, Rákospalotán, az Építőknél, az Erzsébetben és a Volánban is. A család alapítással Sziget-Szent Miklósra került, itt kezdte el edzői pályafutását és a csapat segédedzőjeként. Később a Sziget-Szent Miklós vezetőedzője, majd utánpótlás vezetője lett. Dolgozott Várhidi Péter, majd Acél Zoltán mellett, aztán Veszprém volt élete következő állomása. Veszprém után Szombathelyen töltött majdnem 5 évet az NB1-ben, majd újra Sziget-Szent Miklós és az NB2 következett. A mai napig is fájdalommal tölti el, hogy a 7-1-es vereséggel végződő Fradi Sziget-Szent Miklós mérkőzés után váratlanul elbocsátották. Ugyanis a Sziget-Szent Miklós 10 tét meccsen is veretlen volt, felküzdötte magát a 7. helyre. Bajnokságon kívül Liga kupában került szembe az NB1-es Fradival, miután kiverte a Pécset, a Puskást és a Győrt is. Sziget-Szent Miklós után az NB1-es Dunaújvárosban várták Székely Tibort az újabb megpróbáltatások, de most az anyagiak terén. A bajnokság után elbúcsúzott a csapattól. Mindjárt 3 megkeresést is kapott Ajka, és 2 NB1-es klub érdeklődött iránta. Székely Tibor saját bevallása szerint vonzotta Ajka, hiszen a kiváló, NB1-esnek is megfelelő infrastruktúrális feltételek minden lehetőséget megteremtenek az eredményes munkához, ugyanakkor vannak dolgok, amelyekben közösen fejlődni kell. Egyelőre az MB2-ben maradása tét, hiszen az FC Ajka jelenleg kieső pozícióban van. A csapat a most következő szezonban 10-szer megy idegenbe, csak 5-ször játszik hazai pályán. Mindezek miatt Székely Tibor számára igazi kihívást jelent a feladat, amit sokkal izgalmasabbnak tart, mint egy középmezőnyű csapatot a középmezőnyben tartani. Célja a bentmaradással párhuzamosan a jövőkép kialakítása is. Mint mondta, most az MB2-ben maradni legalább akkora eredmény, mintha ott tudna lenni a csapat az első 3-ban. Át kell formálni a keretet, be kell építeni az új játékosokat, akiket a régiekkel el kell fogadtatni. Az új vezetőedző egy picit más futballt is szeretne, azt mondja, olyan jöjjön most Ajkára focizni, aki a kihívásokat keresi, amiben nem fér bele egy középmezőnyű szereplés. Álma, hogy a csapat az első 10-ben végezzen, a következő szezontól pedig a középmezőny elején szeretné látni az FC Ajkát. Utána pedig már bármi lehet, de semmiképpen sem adhatják lejjebb a 6. helynél. Székely Tibor emlékeztetett rá, hogy Ajka mindig ott volt a középmezőny elején, és ezt ennek a csapatnak ezzel az infrastruktúrával és a vezetők jelenlegi hozzáállásával teljesítenie kell. Székely Tibor úgy fogalmazott, a csapat jelen állapotában sem kieső. Nagyon szeret velük dolgozni, mert vevők a munkára, nem hiányzik belőlük a kitartás és az akarat. Azonban az FC Ajka mindenképpen megerősítésre szorul, 3-4 játékost ki szeretnének cserélni ahhoz, hogy még nagyobbak legyenek a bentmaradás esélyei. A munka a vezetőedző elképzelései alapján folyik, de mindent megbeszél a szakmai igazgatóval. Artner Tamással 5 éve dolgoznak együtt. A klubhoz Haraszti Gergely személyében erről léti edző is érkezett, továbbá a gyúrók számát is megnövelték. A hét folyamán több játékost is tesztelnek, a szombati felkészülési mérkőzésen 6-an játszottak próbajátékot. A 3-1-es hazai győzelemmel zárult mérkőzés első félideje még a vendégek számára hozott kedvezőbb mérleget, a második játékrészben azonban az FC Ajka kiegyenlített, majd 2 további gólt is szerzett a hazai csapat. Major, Pákai és Szovomni volt eredményes a találkozón, a Tatabánya gólját pedig Portilla szerezte. Nagyon örülök ennek a mérkőzésnek, egy jó nemzetközi mérkőzést játszottunk. Nagyon kellenek ezek az edzőmérkőzések, mert olyan képet kapunk, amit edzésen nem. Úgyhogy nagyon örülök ennek a mérkőzésnek, mindenképpen jó a győzelem, mindenképpen erőre viszi a heti munkát. Ha van egy kis sikerélmény, hát dolgozunk tovább. Volt egy kis különbség az első és a második félidő között, és ez nem csak a szél irányban mutatkozott meg. Ez így van. Az első félben próbáltuk azokat játszatni, azoknak lehetőséget adni, akik próbán vannak. A másik félben próbáltunk, van egy elképzelésünk, és a másik félben azok játszottak inkább, akiket már ismerünk, vagy akikre tudjuk, hogy mire képesek, illetve próbáljuk ugye a kezdőt kialakítani a magot. Lett új információt? Tehát láttál olyan játékost, akitől nem ezt vártad, és fordítva is, akitől kevesebbet vártál és többet teljesített? Igen, minden mérkőzésen van ilyen, aminek külön örülök. Hát lesz szűkítés és lesz bővítés is. Első mérkőzésen mit tervezel? Milyen eredményt vársz? Bajnoki mérkőzésről beszélünk? Hát minden mérkőzésre győzelemmel megyünk.
Az FC Hajkánál javában zajlik a játékos keret kialakítása. A klub az elmúlt héten csütörtökön fél plusz egy éves szerződést kötött kollega Krisztiánnal, aki többek között megfordult Kaposváron, Kozármislenyben, Budaörsön, majd egy kisebb kanadai kitérő után legutóbb a szintén másodosztályú Szigetszent Miklós csapatában szerepelt. Eddigi pályafutása alatt 237 mérkőzésen 33 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába. Az FC Ajka hétfőn közös megegyezéssel szerződést bontott Sándor Istvánnal. Sándor tavaly nyáron érkezett csapatunkhoz, 11 tétmérkőzésen szerepelt és egy gólt szerzett. Tegnap újabb játékossal bővült a keret. A csapat fél plusz egy éves szerződést kötött a 23 esztendős Soron Tiborral. Ő legutóbb a Dunaújváros együttesét erősítette, ahol az őszi szezonban 12 bajnokin szerepelt.